Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe az Erősséged, erősítsd. Én nyitom az Ingatlanos Álmok című könyvet, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, illetve Udemy-n is van oktatóanyagom. Ezt azért gondolkoztam ezen a videón egyébként sokat, hogy megcsináljam-e, de én őszintén remélem, hogy neked estés, hiszem is, hogy ez hasznos. Ugyanis legtöbb ember, hogy van egy gyenge pontom, majd azt felerősítem, az milyen fasz a gyerekek. Nem. Tehát ha nézzetek, box, ugye küzdősporton nevelkedtem, mint mai hűzön. Ha valakinek van egy olyan körívés, hogy lerogy tőle mindenki, meg letérdeli a másikat két percen belül, akkor nem biztos, hogy ugró fordulásos rugást kell fejlesztenie, és abból eljutsz egy középszintig, jó esetben, hanem nem. Ha van egy erősséged és tudod, hogy mi az, én szerintem azt kell baromira felfejleszteni, csak gondolj majd esetleg ebbe bele. Nagyon-nagyon arra rá kell állni és fejleszteni kell. A gyengeségedet nyilván fel kell hozni, de nem arra kell a fókuszt tenni. Ugyanis van egy nagyon gyenge oldal, például nem tudok angol spárgászni, de úgy döntök, hogy ezt a gyengeségemet én kijavítom. Beleülök lehet egy csomó időt, de viszont nem leszek jobb. Nem leszek jobb harcos. Nem leszek jobb ingatlan befektető, tök mindegy, érted? Hanem eljutok valameddig, és kész, ennyi. Jó? Tehát ha van egy erősséged, mert te nagyon jól kommunikálsz, akkor ne azt hozd, hogy te mindenáron akkor írásban csinálsz mindent, mert és akkor elbújsz az ügyfelek elől, nem, akkor neked kommunikálni kell, akkor fejleszed a kommunikációt, hogyan kötök üzletet, akkor ebbe az irányba kell elmenni. És én úgy gondolom, hogyha egy bizonyos kort az ember megél, hát én a 26 körül ezt már azért fixen tudtam, úgyhogy remélem, hogy te is tudod. Ott én viszont a saját erősségeimet már tudtam, hogy nagyjából ne igen, hogy ez nekem jó, meg ez fekszik ebben, mondjuk úgy, hogy akár tehetséges is vagyok. Tudtam, mi az, amit fejleszteni kell, de a fókuszt én viszont arra helyeztem, és azt javaslom neked is, hogyha sikeres akarsz lenni, mint befektető, vagy bármi más, hogy a fejleszteni igazából az erősségedet kell, amire eleve azt mondom, hogy szinte születni kell dolgokra. Bizonyos dolgokra te születtél, hogy te baromi jól tényleg kommunikálsz, vagy nagyon jól tudsz, nem tudom, házat építeni, vagy látod a házat tervezni, akkor legyél tervező, és akkor azt a részt fejleszed, és ne akarjál mondjuk, ne a téglákat akard egymásra rakni, mert ez megint egy másik készség, másik képesség. Mert van olyan kömöves nyilván, aki függő nélkül is, főleg egy nyilegyenes falat, valaki meg függővel sem, jó? Tehát, hogy én azt javaslom neked, és legyen ez a videónak a fő célja és mondani valója is, hogy amennyiben tudod, hogy mi az erősséged, annak kell neki ezerrel fejleszteni, ezerrel, mert a gyengeségedet, ha fejleszted, max középszintig eljutsz, az sem baj, ha egy picit fejleszted, de az erősségedet fejleszted, mert azzal fogsz te majd igazából sokat érni. Nem is tudom, most volt egy teniszező is, akinek a tenyerese volt valami bombasztikus, és legyalázta vele a világot, majd ugye edzőt váltott, ő meg a fonákot akarta, hogy akkor azt csinál is erőltette, és igazából aztán vissza is esett ugye a ranglistán, ez egy hölgy volt, ha jól emlékszem, de most már nem tiszta. Majd amikor ismét egy edzőváltás volt, és ismét a tenyeres, tehát hogy az erősségét kellett eladni, amit senki sem tudott még kivédeni se szinte, akkor ismét felemelkedett a ranglistán, tehát erre gondolok. Lehet, hogy ez nem volt annyira ingatlanos példa most, de én szeretném, hogyha elgondolkoznál rajta, hogy ráérezni, teljesen mindegy, hogy mibe vagy te tehetséges, mert minden ember tehetséges valamiben, valamihez, ami sokkal jobb, amiben ő sokkal jobb, mint a többi, és már eleve az átlag felett vagy, ha te azt fejleszted, gyerekeim, oktathatod, mint én. Oké, köszönöm, hogy megnéztél, és kérnék egy lájkot. Szia!